1948 után beindult csodálatos folyamatok teljes leszerelődése után a jugoszláviai magyar irodalom nullapontját éljük. Semmi sem történik, semmi sincsen. Legfeljebb egy-egy magános akció, egy-egy baráti közösség nukleusza jelzi még olykor azt, ami volt, ami lehetne, aminek lennie kellene. Szeretem ezt az íróasztalomat. Elég furcsa története van. Akkor megismertem a feleségemet Szabadkán, és először mentem el hozzájuk egy régi nált fedeles házba értek, és egy nagy kietlen udvarba léptem be, és az udvar egyik sarkába kint az eresz alatt állt ez a fekete irasztal. Tyúkok voltak rajta, el volt teljesen piszkolóban hagyatva, és hihetetlenül megörültem neki. Persze nem mutattam különösebben. Utána mind többet foglalkoztam vele, és lassan eléztem azt, hogy bevigyék a szabad ég alól. Aztán leszállítottuk Újvidékre. Elég bonyolult, nehéz darab. De olyan albérletbe kerültünk, ahol egy szűk, csiga lépcsőszerű följáró volt, és nem tudtuk fölvinni. Kölcsön kellett adnom, oda kellett adnom az egyik barátomnak, akinek gyönyörű nagy lakás volt. Mindig eljártam hozzá nézni, úgyhogy akkor már benn volt egy szép lakásban, a barátom felesége szép színesen kifestette az ablakokat, és különös fény volt a szobában, sok könyv, és ott volt az írasztalom, és még az én kis szobraim, amit gyűjtöttem Kanizsán, azok is fiókban, azokat is megtalált a fiókban, és azok is fel voltak rakva, és a barlaszt szépen dolgozott, és nagyon szeret az írasztalt, és állandó olyan drukkolt, hogy nem valami normálisabb lakáshoz jussak, ahol. Na, végre eljött az idő, hogy elköltöztünk, és szintén ötödik emelet, de elvettem az írasztat. Aztán pedig jóval később ide költöztünk ebbe a házba, és akkor itt végül megtalálta a helyét. Különben egy Bunyavác, felségünk Bunyavác, Bunyavác rokonáé volt ez az íróasztal, eszéki származású vasúti tisztviselő volt Szabadkán, akit én úgy képzeltem el mindig, hogy valahol a Kosztolányék Csát nemzedékhez tartozott. Na, de visszatérnék az íróasztalhoz. Itt a szobában is állandóan változtatja a helyét, hol egész a falhoz kerül, hol, ahogy nagyobb a tél, akkor mindig húzom erre a kája fel, mert fázik a hát. Egy olyan valami, mint egy műszer, mint egy gépezet, belőlök szinte valami áramkörbe kerülök, úgyhogy nem mondom, hogy könnyű itt írni, mert írni mindig, vagyis legtöbbször nehéz. Van egy idős festőbarátom, szegény épp beteg,
aki időskorában kezdett el kritikát írni, és nagyon nehezére esik az írás, és egyszer észrevétlenül mentem be a műtermébe, és széknél ült, széken írt, kis Sámlin ült, és a széken írt lexikomot a szék, és azon írt a kritikáját, és borzasztó jajgatott. El nem tudtam kézelni, hogy mi van vele. És az annyit mondom, hát mi bajod? Azt mondja, írok. Összművészettel való kapcsolatomhoz semmi más nem fűz valójában, mint különböző barátság. És nagyjából úgy látom, hogy a többieknél is így alakult. Tehát nem tudom szétbontani, mennyire emberi szintű kapcsolatok, ezek mennyire a művészet, közös művészeti dolgok átfonódnak. Én gondolom, hogy nem csak a közös művészeti dolgok tartottak össze bennünket, mert nem lett volna barátság, akkor csak egy ilyen célirányos ügy lett volna. Persze az is igaz, hogy aki ilyenfajta művészetet, vagy szerves művészetet, úgymond szerves művészetet próbál csinálni, az már egy kicsit meghatározó lelkivilágú ember, vagy van valami hasonlatosság benne, vagy van egy nyitottság benne, vagy eleve egy vonzalom, vagy valami, tehát összefüggetek. 76-ba kerültem én Újvidékre. Előtte 4 évig Pesten tanultam. Eljártam egyetemi színpad filmklubban. Akkor az volt az a hely, ugye a Bercsényi féle zenész. Úgyhogy én Szabadost már akkor hallgattam. Nem ismertem. Érdekes mód volt, egy olyan ötletén támadtam, hogy úgy szokottam vissza, befejeztem az iskolát, nem akartam talán Magyarországon maradni. Kint ott a telefonkönyvet, abban elhatározásra kiírom ott.